Képzeljétek el, mi történt. Vendégeket hívtam, a rég nem látott gyerekkori barátaimat. Gondoltam, úgy fogadom őket, amilyen a magyar virtus. Kemencében egy óriási füstölcsülköt sütöttem, szalonnával. Desszertnek meg egy méretes csoki tortát sütöttem. Messziről utaztak hozzám a haverok. Igen ám, de elfelejtettem, hogy ástam egy jó mély gödröt a kertkapu elé, amit elfelejtettem betemetni. S mi történt? Ahogy a vendégeim egyenként átlépték a kertkaput, azon mód bele is estek a mély árokba, egymás hegyére hátára. Úgy összeverték magukat, hogy járni sem tudtak. Óvatosan a karjaiban tartva egyenként vittem be őket a lakásba. A fájdalomtól egyik jobban üvöltött, mint a másik. Kénytelen voltam a jó kis csülök helyett fájdalomcsillapítóval megtömni őket, amitől el is aludtak. Ha jól láttad ezt a sztorit, ami azt jelenti, hogy képekben leforgattál a fejedben egy filmet, akkor tulajdonképpen megtanultad most azt a 10 igét, aminek a jelen idejű ragozása eltérő, méghozzá umlautosoknak hívjuk őket. Nézzük csak, tényleg így van? Vendégeket hívtam. A rég nem látott gyerekkori barátaimat. Gondoltam, úgy fogadom őket, amilyen a magyar virtus. Kemencében egy óriási füstölt csülköt sütöttem, szalonnával, desszertnek meg egy méretes csoki tortát sütöttem. Messziről utaztak hozzám a haverok. Igen ám, de elfelejtettem, hogy ástam egy jó mély gödröt a kertkapu elé, amit elfelejtettem betemetni, s mi történt. Ahogy a vendégeim egyenként átlépték a kertkaput, azon mód bele is estek a mély árokba, egymás hegyére hátára, úgy összeverték magukat, hogy járni sem tudtak. Óvatosan a karjaimban tartva egyenként vittem be őket a lakásba. A fájdalomtól egyik jobban üvöltött, mint a másik, kénytelen voltam a jó kis csülök helyett fájdalomcsillapítóval megtömni őket, amitől el is aludtak. Tehát mi jellemző ezekre az igékre, és mondom még egyszer, ez a 10 legtöbbször előforduló ige, az, hogy jelen időben, amikor ragozod őket, akkor egyes szám második és harmadik szemében umlautot kapnak, nézzük például a haltent, ich halte, du hältst, der sie es hält, wir halten, ihr haltet, sie halten. Nem aggódj, találj ki tanulási trükköket, amiből számtalan mennyiségűt találsz a honlapomon, keres rá, hogyha szeretnél, így módon élvezettel szórakozva megtanulni, megjegyezni bármit. A film alatt megtalálod a linket.